Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Egy újabb közéleti műsorral jelentkezünk a Polit.tv stúdiójából. Köszöntöm ismételten állandó meghívottam a Tóth László újságírót, a Székelyek szerkesztőjét. Ma is olyan témákról, olyan helyzetekről, politikai vetélkedésekről vagy politikai vitákról fogunk beszélgetni, amelyek hát lázban tartják az elmúlt napok közvéleményét. Rögtön elsőre itt van az újabb, ismét egy újabb kormányválság Romániában, ez lenne az első témánk, amiről beszélgetnénk, pontosabban van egy meghívottunk is a mai adásban. A másik téma az pedig az a bizonyos nyelvi jogokat szabályozó küszöb, amit az RMDS szeretett volna 20%-ról 10%-ra csökkenteni, természetesen sikertelenül erre lehetett is számítani. A téma kapcsán, mielőtt belekezdenénk a beszélgetésben, meghívtuk Fejér László Ödön szenátor urat is, aki sikerült elérni, és készítettünk vele egy interjút. Ezt a bejátszást láthatják, utána visszatérünk a témákra. Mi a véleménye, hogy Nikolaj Bödöleu, miután találkozott Liviu Dragnea pártelnökkel és Mihály Tudose miniszterelnökkel, kijelentette, hogy a nem megfelelő miniszterek vannak, és minisztériumok, amelyek nem teljesítenek, és azokat ki kellene cserélni. Ugyanez volt egy pár héttel ezelőtt, amikor Gründianu elnököt próbálták félretenni, és aztán sikerült is, hogy nem teljesítenek a minisztériumok, nem teljesít Gründianu, tehát kell menjen. Megismétlődik ugyanaz. Valahogy nekem úgy tűnik az egész, mintha a két világháború között lennénk, és olvasnánk Kacavenkónak a pamfletjeit, hogy ott havonta is volt kormánycsere. Mi a vélemény ennek a parlamentnek erről az egész helyzetről? Köszönöm a kérdést. Nagyon érdekes kérdés. Én úgy látom az egészet, hogyha egy nagyon jól működő gazdaságban történne ez gazdaságban, Romániában jóga működő gazdaság lenne, és működne a gazdaság, és azon kívül a kormányok különböző módosítást végeznek, a minisztereket cserélgetik, az nem lenne gond. Csak tudjuk azt, hogy Romániában élünk, és én nem mondhatnám azt, hogy annyira jól működő gazdaság van, amellett, hogy a számok nagyon-nagyon jókat mutatnak, de én úgy gondolom, hogy onnan kell indulni, az emberek hogy élnek, és hogy érzik Marikot. Mennyire biztonságban érzik itt Romániában Marikot, és mennyire jól érzik Marikot, mennyire jól keresnek, és ennek következtében úgy látom, hogy ez nem valami normális eset így, hogy havonta, hónaponta, két hónaponta cseréljük. Én azt látom, hogy mindenkire rá lehet fogni, hogy a minisztériumok nem jól működnek vagy működnek. Én úgy gondolom, hogy mikor van egy célkitűzés, és ezt a saját egyszerű gazdaságból is lehet nézni, akár kis vállalatnál lehet nézni, hogyha egy vezető embert ki akarsz cserélni, örökké lehet kapni kis és nagyobb kapukot. Most képzeljük el egy minisztériumban azt, hogy lehet-e kapni valamit, hogy valamit nem teljesített. Hát szerintem még a miniszter se sokszor nem lássa át, hogy mit kell teljesítse. Úgyhogy én inkább azt látom, hogy belső harcok vannak, hatalmi harcok vannak, a beszédén belül is, de ugyanakkor ez szerintem az ellenzéknek a nyomása is érezhető. Tehát én azt látom, hogy Romániában hatalmi harc van. Jön 2019, készül az új elnökválasztási kampány, és szinte mondhatnám annak tehető be. Tehát a beszéd nagyon megerősödött, egy nagyon erős, kompakt párt lett, és ezt szerintem, ha valamennyire gyengíteni akarják, és biztos akarják gyengíteni az ellenzékek, akkor azt bentről tudják szétbomlasztani, és ez is folyik. És én szerintem ők sokkal jobban össze kellene fogják, és nem szabadna bemenjenek ilyen kis párton belüli csatákba, de nézze, ez az ők problémáik, a PSD problémája. Én remélem azt, hogy ez a gazdaságra nem hat ki. Mi a parlamentben, mint kérdezte, mit teszünk? Mi megpróbáljuk azokat a törvényeket meghozni, azokat a törvényeket meghozni, amely működőképessé teszi a román gazdaságot. Valahogy nem úgy néz ki az egész, hogy inkább mikor a kormányt összeállították első alkalom, amikor Grindian volt még a miniszterelnök, akkor pártkatonákat állítottak oda, és nem a kompetencia szerint válogatták meg az embereket. Most rájöttek, hogy
azokat az ígéreteket, amiket tettek még választás előtt, ahhoz pénz is kell, és a gazdaságot nem tudja úgy irányítani az a csapat, ahogy ők elképzelték. Nem játszik ez is közre, ez az állandó válságra, amire persze rátesz az ellenzék is egy lapáttal. Nézem, van igazság, de az a helyzet, hogy mivel a pártok vezetik az országot, a nyertes párt vezeti az országot, a normális, hogy általában pártkatonákat választanak a vezetéshez. Én inkább azt mondanám, hogy ha az a pártkatona jó menedzser, akkor az kellene tudjon dolgozni, mert a pártkatonák mögött ott kell állni a szakembergárda. Itt a kérdés az, hogy van-e szakembergárda mögötte, és akkor egy pártkatona is, aki egy minimális menedzsmenti tudással rendelkezik, azt tudná vezetni. Nézze meg, a pénzzel örökké gond van. Az egyetértek önnel, mert én úgy látom, hogy nagyon nagy voltak a fizetésemelések a közszférában. És ezek a fizetésemeléseket valaki ki kell keresse. És ha azt nézzük meg, hogy mai Romániában az 5 millió, mondjam úgy durván beszélve, alkalmazottból 2,5 millió az állami szektorban dolgozik, és 2,5 millió a magánszektorban dolgozik, és az a 2,5 millió, aki a magánszektorban dolgozik, ki kell termelje azt a plusz pénzt, amit adtak az állami szektorban, az nem egyszer vesett. És a legnagyobb problémám az, hogy az állami szektorban meg kellett emelni a fizetést. Én nem vagyok amellett, hogy nem kell megemelni fel a fizetést, de egyet tudok a gazdaságban. Fizetés emeléssel, ha nem adsz feladatot, nem adsz feladatkört, nem bővíted és nem teszel több igényt rá, a fizetés emelés magában az nem elégséges, hogy mondjuk egy állami szféra is jobban működjön. Én ebben nem hiszek, és szerintem itt lőtték el a célt, mondjam úgy, hogy nem adtak feladatot a plusz pénzek mellé is. És a másik dolog, amit mondtam önnek, hogy a magánszféra ki kellene termelje ezt a pénzt, de nézzük meg, hogy akkor mit tettek a magánszféra mellé le annak érdekében, hogy többet tudjon termelni, többet tudjon befizetni. Én azon kívül, hogy az adóhivatalokat különböző módszerekkel hajkurazták a vállalkozók és a termelők, a gazdálkodó emberek fele, én nem láttam volna, hogy nőtt a beruházások, jobb európai uniós pénzlevonások történtek volna annak érdekében, hogy a gazdaság jobban növekedjen, és többet tudjon termelni, több pénzt tudjon hozni. Na most a kettőt összetéve látszik az, hogy ez egy hiánygerjesztett, amit ön te is mondtál, és ez a pénzhiány bizony nagy problémát okoz, mert örökké átcsoportosítani kell azokat a célokat és terveket, és taszigálni egyik hónapról a másikra, és ennek következtében még sokkal könnyebb egy pártkatonán, vagy miniszteren, vagy akárkin megkapni azokat a fogásokat, amelyet könnyen le lehet cserélni. Persze itt most tudjuk jól, hogy az ügyészség is bekeveredett, hogy ebbe az ügybe, de én szerintem a pénz miatt is nagy belső harcok folynak. Akkor most egy kicsit térjünk át arra is, ami direkt érít minket, tehát az RMDS-t, hogy tudjuk azt, hogy az RMDS-nek a indítványát és a beadványát negatívan értékelte a román konjunktúra, hogy mondjam így, amikor azt akarták, hogy a küszöböt, a kisebbség küszöböt, amikor elérhet bizonyos jogokat, az 10%-ra csökkentsék le a lakossághoz képest élő nemzetiségeknél. Ezt egydöntetűen az összes román pártok és azok emberei megszavazták, hogy nem lehet ezt kivitelezni. Az RMDS volt az, amelyik megszavazta normális, ő az saját indítványát megszavazza. Ettől függetlenül az RMDS betartotta azokat az ígéreteket, hogy adott esetben a PSD mellé fog állni. Mégis a PSD-nél senki nem akadt, tehát egy ember se akadt, aki azt mondta volna, hát mégiscsak az RMDS mellé állok, abban, hogy neki is valamilyen eredményt tudjon kipréselni, tehát ő is valamilyen eredményt tudjon kipréselni az országos vezetésből. Hogyan tovább? Hogyan fog viselkedni ettől arrafelé az RMDS? Mi a véleménye szenátor úrnak? Igen, az RMDS ugyanúgy fog viselkedni, hogy eddig viselkedett, mert annyit kell tisztáznunk, hogy az RMDS és a PSD, tehát a Szocialista Párt között van egy olyan egyesség, hogy azokat a törvénymódosításokat, javaslatokat, amire külön megegyezünk a letett törvény esetén, és ha meg tudtunk egyezni, akkor támogatni fogjuk. Tehát nincs olyan házassági szerződés kötve a PSD-vel, hogy feltételt nélküli támogatás van. Tehát a 215-ös törvény, amire ön hivatkozik, így van, ott
a PESZED visszavonult és nem tartotta be. Elsősorban a legnagyobb problémám és az legnagyobb problémám az volt, hogy nem is akartak tárgyalni róla. Mert mondtuk mi 10%-ot, beszélhettünk volna 12-ről, 17-ről, 15-ről, beszélhettünk volna törvényben más paragrafusokra, amit tartalmaztak, hogy azokat módosítsuk, és itt sajnos a közvélemény annyira fel volt hergelve, hogy nem mertek, sajnos, mondjam úgy, hogy inába szállt a bátorság a szocialistáknak, és nem mertek tárgyalni se. Én szerintem ez az, amikor, ha emlékeznek, én az utolsó sajtótájékoztatón azt mondtam, hogy egy kicsit nullából kellene már kezdeni a PESZED-ével. Tehát olyan szempont nullából kellene kezdeni, hogy próbáljunk a múltat félretenni, és kezdjük tárgyalni, miket szeretnénk mi elérni, és miket szeretnek ők elérni, és akkor a jelenlegi, mondjam úgy, paktum szerződés alapján próbáljuk ezt újraindítani, és megtárgyalni, és azokat a törvénytervezeteket, amiket mi akarunk, az ne legyen ez az elutasító, hanem inkább tárgyaló partnerekkel találjunk. Itt nézze, itt annyit egy kicsit visszatérve az előbbi kérdéséhez, hogy nézze, még azt mondta, hogy nincs pénzhiány, igaz, gond van a gazdaságban. Ha megnézzük az utóbbi 20-valahány évet, örökké arról volt szó, kik a hibások, ilyen esetben magyarok. Na most megint megkaptuk ezt a magyar kérdést, hogy mi vagyunk a magyarok hibások, azért nem megy a gazdaság, hát mit adjunk nekik kisebbségi jogokat, igaz? Tehát én ezért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes bedobott kérdés, szerintem ez a román társadalom is fel kéne már nőjön arra, hogy megértse, hogy nem vagyunk annyira jók. Ha meg annyira jóknak képzelnek, akkor már adják ide egyszer az ország irányítását, hogy mutassuk meg, hogy mit tudunk mi is csinálni. Mert mikor valami gond van, azt mondjuk, hogy mit tesszük a gondot. Én szerintem az RMD ezt örökké pozitívan állt hozzá a román gazdasági problémákhoz, és ezért nem látom ezt a gyávaságát a PESZED-nek, hogy nem mert tárgyalni. De azt nem mondhatom, hogy amit ön mondott, hogy mi örökké odaállunk, nem igaz? Az utóbbi napokban is, nem akarok most mást említeni, például ez a 16 centes kormányhatározat a 16-ban is fizetésem, és az RMD ezt nem állt oda. Tehát semmi a mellé nem állt, amit nem egyeztetünk, és nem értünk egyet. Tehát ha megfigyeljük, nagyon sokat viszen át a szocialista párt, mert megvan a többsége sajnos, az egyszerű többsége, de nélkülünk. Tehát ha megnézzük a szavazatainkat, én a szenátusról beszélek, de ez biztos így van a képviselőházban is, ez nem így, csak így hangzik, hogy mi odaállunk melléjük. Nem. Csak azok mellé állunk, amikkel egyetértünk, amiket előre megbeszéltünk, igen, odaállunk. De nézze, jelen pillanatban lehet minket szidni, és én sem vagyok nagy szocialista fán, hogy mondjam, hogy érti-e. De kivel álljunk szóba? Böszeszkúrral, a PMP-vel, aki most egy szupernacionalista lett belőle? A liberálisokkal, Orbán úrral, aki most elfelejtett, honnan származik Brassóval magyarként, és nála nacionalistábat nem lehet kapni? Hát őszintén, ha nacionalizmus szempontjából nézzük, az uszerések azok, akik nem mondhatnám, hogy nacionalisták. És a szocialisták. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagy a parlamentben, tehát kintről másképp látszik, bentről megint másképp látszik. De ezt a viccet nem akarom itt elmondani, de ez körülbelül ez így van. Köszönjük a szenátor úrnak, hogy bekapcsolódott ebbe a beszélgetésbe. Laci, hogyan kommentálod az elhangzottakat? Hát lehet, hogy megdöbbentő azt, amit most mondok, hogy úgy néz ki, hogy a román államot valamilyen olyan ostobak szövetsége vezeti. Mert nagyon érdekes a volt miniszternek a kijelentése, az Aldeba politizál most Varuzsánnak, aki azt mondta, hogy hát netán még a tyúkokat is meg kellene adóztatni, mivel minden egyes tojást, amit megesznek a háztáiból az emberek, az 50 banit vesz itt az állam. Ez valahogy Ez tényleg nem csak mosolyogni lehet, hanem röhögni ezen a hülyességen, amit mond, és az a gond, hogy ő komolyan is mondta. Igen, kicsit úgy tűnik, a középkorban volt ilyen, amikor az uradalmi tisztartók azt nézték, hogy hogyan lehetne minél több pénzt becsavarni, csak hát akkor abban az időben jobb átság volt. Vajon minek nézik ezek az emberek az ország lakosságát, ez azért kérdés. Hát káposzta fejeknek, mert nézik most a benzin jövedéki adójának az emelését, megpróbálják eladni, hogy az a benzin árat nem fogja befolyásolni, amit a jövedéki adó. Dehogy nem. Már befolyásolja, tehát lehetetlen, vagy hogy az infláció elindult. 2015-höz képest elég szépen pár századot elindult, amelyik egy folyamat, aztán nem fog itt megállni. Tehát itt lehet számítani arra, hogy az árak
egy adott pillanatban rohamosan fognak növekedni. Tehát nem működik valahogy az egész. A kormány most megint kialakult az a helyzet, ahogy Fejér László is mondta, hogy valahogy a kormány és a PSD ellentétbe kerül egymással. De igazából a PSD kormány saját magával, saját kormányával. Hát igen. Élő példa volt a Gründelnek a kicsinálása. Most megint kicsinálnak egy pár minisztert, nem tudom, mit fog változni, több pénz nem lesz az országban. Ez tény. Hatékonyabb se lesz a pályáztatás az unió felé, tehát minden fog tovább menni. Autópályát nem fognak építeni, tehát az infrastruktúra nem fog fejlődni. Kíváncsi vagyok, hogy szállnak ki ebből az adóztatási formából, hogy az illetékeknek egy részét az emberekkel fizessék. Ebből mi lesz, amit abszolút nem körvonalazódik, de a kormányfő azt mondta, hogy nem mondanak le róla. Teljes káosz. Káosz van a tanügyben, káosz van a gazdaságban. Akkor ki vezeti ezt az országot tulajdonképpen? Ez valahogy úgy van, mintha egy nagy kereket elindítunk, és az aztán görög. Aztán valahogy csak meg fog állni a lejtőn, biztos. Olyan. Visszatérve a tanügyre, most alapellenőrzések zajlanak az iskolában, és megkérdeztem a gyerekeimet, hogy ez miről szól. Tudom én ezt, hogy miről, de lássuk, akartam hallani a véleményüket. Azt mondták, hogy ilyenkor mutatjuk a szebbik arcunkat. Na most nemrég volt Romániában egy bizonyos NATO csúcs találkozó, és igazából oda akarok kiukadni, hogy ilyen körülmények között, mikor van egy ilyen nagyon-nagyon instabil, gazdaságilag is, politikailag is instabil ország, de ez egy fontos NATO stratégiai partner, hogy néz erre a nyugat, hogy látja? Nem nagyon hallok kommentárokat, de szerintem aggodalommal figyelik, hogy pont az ország, amelyik hát, stratégiailag fontos, mert itt van az orosz medve árnyékában rögtön is, hát sikerült rábírni, hogy hatalmas összegekért fegyverkezzen és rakétákat telepítsen, de ugyanakkor egy nagyon instabil helyzet van, politikailag, gazdaságilag. Igen, és ezt az instabilitást onnan lehet látni az óriási nagy harc, ami azért folyik, hogy a törvénykezést módosítsák, és ez a harc tulajdonképpen visszavezethető Johannisra, az államfőre, amelyiknek tulajdonképpen a DNA, amelyiken keresztül úgy, ahogy kérdőjelt oda lehet tenni, megpróbálja a korrupciót és ezt az instabilitást visszafogni. És ez az a harc, amelyiket szerintem Nyugat nagyon jól lát, csak éppen pillanatnyilag még nem érdekel, hogy beleszóljon. Vannak ilyenek, hogy megpróbálja egy kicsit meglökni most az IMF, egy kicsit pártolta a Romániát, azt mondta, hogy igen, a gazdaság jól teljesít. Nem biztos, hogy a kormánynak az érdeme, de úgy, ahogy jól teljesít, tényleg voltak eredmények. Hogy aztán ezt a kevés eredményt hogyan fogják tudni kezelni, az Istennek a titka, hogy vajon beleszól-e vagy sem. Ezért mondtam, ezt a szebbik arcát mutatja, mert valóban ezt láttam legalábbis a NATO csúcson, hogy mint a minden tökéletesen rendben lenne ebben az országban. Gyönyörű szép szónoklatok hangzottak el, mindenki hátba veregette a vezetőinket, és hát igazából nem szólt itt arról a fáma, hogy bizony itt hamarosan kormányváltás lesz ismét, és hamarosan elszabadul a pokol az árak szintjén is, mert nem lehet ezt a helyzetet fenntartani. Szerintem a NATO-t nem érdekli. Igen. Nem érdekli, egyszerűen. Ő neki egyetlen egy gondja van, hogy a Fekete-tengerre a szabad kijáratot biztosítsa, és az zavartalan legyen. Uh-huh. Valóban. A következő téma, ami hát az elmúlt hetekben lázban tartotta a közvéleményt, az igazából a katalán helyzet. És hát én bevallom, egy kicsit csalódottan láttam a kialakult helyzetet, habár a kedves nézők emlékezhetnek az elmúlt adásban, amikor azt hiszem ezzel is fejeztük be, hogy mi lesz hétfőn, és azt mondtad, hogy hát nem lesz semmi. Hát szinte ilyen jóslatként hangzott el. Én azért nem erre számítottam, egy kicsit karakalnabb, hát legalább határozottabb hozzáállást feltételeztem volna a katalán elnöktől. Igazából Spanyolország sem tudja, hogy most akkor Katalónia kikiáltotta a függetlenségét, vagy sem, és azt kérték a kormánytól, hogy hát foglaljon állást, ha jól tudom, akkor jövő csütörtökig adtak határidőt erre. Így van, hát végül is állást foglalt, csak azt valahogy nem akarja a spanyol
kormány meghallani, mert ő azt mondta, hogy szimbolikusan kijelentették, mert végül is azt nem mondhatta pontosan azoknak a tömegeknek, hogy na most akkor most visszavonjuk a függetlenedést, hanem szimbolikusan kijelentette ezt. A spanyol kormány pedig arra használja fel, hogy kényszerlépésbe hozza a katalánokat. A gond az, hogy a katalán politikai elit is meg van osztva. Például a pártokat, hogyha nézzük, a néppárt az teljesen a spanyol álláspont mellett van. A szocialisták azok ingadoznak. Ők azok, azok, akikkel tud kormányozni a katalán kormány, mert kisebbségi, tulajdonképpen kisebbségi vezetés van az országban. A többi katalán pártok pedig ilyen középutas megoldást próbálnak kieszközölni, vagyis azt az álláspontot próbálják érvényesíteni. Egyetlen egy a Republika Catalunya, azt hiszem, a párt, amelyik radikális. Ezeket tulajdonképpen a volt nemesi, katalán nemesi pártnak az utódjai hozták létre, ezek radikálisok. Ők azok, akik szembe mentek a rendőrökkel, elmennek egész addig, hogy a rendőrök, ahol el vannak szállásolva, azt nem hagyják, hogy éjjel aludjanak, és ehhez hasonló megmozdulásokat szerveznek. A helyzet pedig az, hogy a spanyol kormány ebben a pillanatban egy űrbe került. Mert ha ő most nem fog radikálisan szembe menni a katalán emberekkel, és esetleg addig elmenni, hogy letartóztatnak ott vezetőket, akkor azt lehet mondani, hogy Spanyolországban mindent lehet. Mert hát nézzük meg, nem csináltak semmit. Ha szembe megy, akkor pedig több százezer emberrel fog szembe menni, amelyik esetleg zavargásokat fognak létrehozni az országba azért, hogy miért is mertek szembe menni az ők jogos kérésükkel. Előfordult, hogy ez a helyzet a jelenlegi spanyol kormány végét jelentheti? Véleményem szerint egy elhúzódó helyzet alakul ki, amelyik ez a válság hónapokig el fog húzódni. Az én meglátásom szerint a katalán kormányt is lemondatják, de hogyha lemondatják a katalán kormányt, akkor a spanyol kormány választásokat kell kiírjon. Tehát megtörténhet az, hogy úgy a spanyol, mint a katalán kormány félre kell álljon. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Én viszont úgy érzékeltem, itt a közösségi oldalakon, meg egyáltalán a közbeszédben, hogy legalábbis itt Erdélyben, Erdély magyarság szinten mindenki a katalánoknak drukkolt. Lehet, hogy nincsenek párhuzamok, és ezt politikusok hangsúlyozták is eléggé szorgalmasan, nincsenek a két helyzet között párhuzam, mondjuk az itteni erdélyi magyarság helyzete és az ottani katalán-spanyol rendszerben, tehát nincsen párhuzam. Ugyanakkor az LMDSZ politikusok részéről is történt néhány nyilatkozat, ami nem feltétlenül nagy sikernek örvendett az átlag romániai magyar szavazók körében. Tehát hogy látod ezeket a nyilatkozatokat? Elhibázottak-e, hogy az LMDSZ azt nyilatkozza mondjuk, hogy nem lehet párhuzamot vonni a két helyzet között, vagy egy kicsit egyfajta ilyen semleges álláspontra helyezkedtek ebben az esetben a katalán kérdés témájában? Hát ez csak olyan részleges semlegesség, mert véleményem szerint, mert azt kérdezted, hogy mi a véleményem, kellett volna hallgassanak. Tehát az RMDS elit politikusai kellett. Most kimondott a Vincel úrannak a nyilatkozatára, gondolok a FUEN. Igen, ő is kellett volna hallgasson, de ugyanúgy kellett volna Kelemen Hunor is, tehát nem kellett volna, meg kellett volna várni azt, hogy mi történik, és azután nyilatkozzanak. Hogy nem lehet párhuzamot vonni? Nézzük meg a történelmét Katalóniának, és nézzük meg Erdélynek a történelmét. Ha Székelyfölddel nem is, de Erdéllyel nyugodtan lehet párhuzamot vonni a történelemre hivatkozva. Uh-huh. Mert ugyanúgy Erdélyt is egy hatalom kézben tartja, Katalóniát is egy hatalom kézben tartja. Ugyanúgy elfoglalták Katalóniát is a spanyolok, ugyanúgy elfoglalták
akkori 16-19-ben a román katonaság. Romániához viszonyítva a gazdasági helyzete is Erdélynek körülbelül, hát nem teljesen úgy, mint nem annyira húzó gazdasági szempontból, de eléggé húzó. Igen. Tehát éppen néztem, és azt hiszem, hogy egy rövid tanulmányt is írtam a gazdasági helyzetről Erdélynek. 40-valahány százalékát a GDP-nek Erdély adja. Akkor egy óriás, tehát az 50-valamennyiből egy óriási nagy százalékot Bukarest, ezt tudjuk miért, tehát felduzzasztották, aztán a többi, ami marad, az szétoszlik a regálton. Uh-huh. Tehát körülbelül a helyzet ugyanaz, hogy itt is érzik az emberek azt, hogy hát mi toljuk a szekerét az országnak. Uh-huh. Igen, én gondolom, hogy ez az elégedetlenség oka is. Itt megállunk, köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet, jövő héten folytatjuk, ugyanúgy szerintem a katalán kérdése is, de szerintem még a belpolitika is ad beszélgetés témát. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra.